Kevesen tudják, hogy a vakoknak szánt írásmód eredetileg katonai célt szolgált. A Braille írás az 1800-as évekre nyúlik vissza. Igazából Napóleon volt az, aki arra gondolt, hogy milyen jó is lenne, hogyha a katonái a sötétben tudnának egymással úgy kommunikálni, hogy más azt nem értené, nem látná, nem tudná. Sajnos a Braille írás nagyon nehézkes, komoly energiabefektetés megtanulni az írást, és különösen nehéz az idősebb korban. Viszont az 1820-as években Louis Braille, aki akkor még csak 16 éves volt, viszont fiatalon megvakult, az ő nevéhez fűződik az, hogy ezt az írást ilyen magas szintre fejlesztette, és ma a vakoknak lehetősége van arra, hogy tulajdonképpen számos olyan szociális élményből ne szoruljanak ki, amelyet számunkra az írás biztosít és annak az olvasása. Sajnos a világon több mint 36 millió ember, sőt most már afelé emelkedett a száma, úgy tudom, hogy a jelenlegi adatok 38,5 millióra tehető a populációnak azon rétege, aki vaknak tekinthető. Ugye itt el kell különítsük a szociális vakságot és a szemészeti szempontból vakokat. Ennek azért van óriási jelentősége, mert vakság több okból is kialakulhat, és vannak olyan korképek, amiken tudunk segíteni, ilyen például a szürkehályok, amik egyszerűen, főleg a mai modern eszközökkel gyógyíthatóak, megoperáljuk a betegeket, és tényleg úgy távoznak mosolyogva, hogy látnak, és ma már ez a műtét, ez annyira rövid, hogy befekvés sem igényel, nem úgy zajlik, mint régen, és nagyon rövid időn belül visszakapják a látásukat. Nem így van az időskori makuladegeneráció esetében például, ami sajnos az idős populációt 55 év fölött egyre gyakoribbá válik, és 65 év felett egész jelentős a populációban. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen 6000 az éves esetszám, amivel több vakot, ez nem csak a makuladegeneráció, hanem a teljes vakságot érintő korképek regisztrálnak Magyarországon évente. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szám, és azért vannak lehetőségeink. Az időskori makuladegenerációnak például két formáját különböztetjük meg, a száraz, illetőleg a nedves típus. A száraz típus esetében ugye egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan óvjuk a szemünket például fiatalkorunkban, milyen napszemüveget használunk, megfelelő-e az a napszemüveg. Nem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, dohányzunk-e. Tehát igenis sokat tehetünk az egészségünkért. És nagyon fontos az, és itt, amikor elgondolkodik az ember a vakság világnapján, én szeretném azt hangsúlyozni, hogy azért a nedves típusú makuladegeneráció, ami pusztán 10%-a ennek a korképnek, viszont 90%-ban ez az, amely a vakságot okozza az időskori makuladegenerációban. Itt, hogy mikor fordul a páciens orvoshoz, az nagyon-nagyon fontos, hogyha időben érkeznek hozzánk a betegek, akkor gyakorlatilag azon a szinten, ahogy érkeznek, az esetek jelentős részében sokáig meg tudjuk őrizni a látásjelességet, javítani is tudunk ezen, és a klinikán számos olyan terápiás lehetőség van, ami gyakorlatilag nehezebben érhető el a világban, tehát minden újdonság megjelenik nálunk, és ezekben aktívan részt veszünk, és nagy örömmel mondhatom, hogy számos ilyen klinikai vizsgálat zajlik most nálunk a betegeknek nagyon nagy megelégedésére. És a COVID-helyzet ellenére a klinikát nem kellett lezárjuk. Azok a kórképek, amelyek tényleg jelentős látásromlást okozhattak a betegek számára, azok mindig folyamatos ellátásban részesültek, ezeket mindig tudtuk biztosítani a pácienseink számára. Kérdés, hogy milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz? Ellenőrizhetjük-e otthon a látásromlásunkat? Időszakosan érdemes letakarni az egyik szemünket. Ellenőrizni a jobb szemet, utána a bal szemet, mert hogyha a látásromlás fokozatosan alakul ki, akkor érdekes módon az agyunk nagyon szépen hozzá tud ehhez szokni, különösen, ha csak egy szemet érint. Tehát ezt különösen 40 év fölött ezt érdemes megtenni. Ugye vannak olyan kórképek, amik lassú látásromlással eredményezik a később kialakuló vakságot, ilyen például a zöldhályok. Szoktuk is mondani, hogy 40 év
fölött, ugye a rutinszerű vizsgálatok, akár egy optometristánál is, amikor ugye az ember megy az olvasó szemüvegét feliratni, akkor ezek azért megtörténnek, egy szemnyomásmérés történik, és ha bármi gyanú van arra, vagy a családban volt ilyen beteg, akkor természetesen érdemes rendszeresen ezzel szemészhez is járni, tehát nyilván ez nem optometrista feladat, de már hál' Istennek ők nagyon sokat tudnak nekünk segíteni. Nyilván más az, amikor volt vak a családban, ott mindig érdemes tudni, hogy ez a korkép öröklődik-e, nem öröklődik, milyen az előfordulási gyakoriság a későbbiekben az utódokban. Ezekről fel is szoktuk világosítani a betegeinket, tehát hogyha például hozzám jön egy zöldhályokban szenvedő páciens, akkor mindig meg szoktam kérdezni, főleg ha idősebb az illető, hogy a gyerekei milyen korúak és rendszeres ellenőrzés alatt állnak-e. Az időskori makuladegenerációra viszont visszatérve, ugye ott nagyon fontos, hogy a nedves típus időben felismerésre kerüljön. Ezt a legegyszerűbben úgy ismerik fel a betegek, hogy azt veszik észre, hogy a centrális látásuk homályosodik. Ezt úgy értendő, hogy pontosan amire ránéz, az a kép válik homályossá a számára. Problémát szokott jelenteni, amikor ismerősök jönnek szembe, és el is mondja a páciens, hogy nem mindig ismeri fel, azért, mert ugye ránéz az arcra, és pont az arc válik homályossá. A színlátásban is zavarok tudnak keletkezni, de ami a másik nagyon jellegzetes, és én szoktam javasolni azoknak a betegeimnek, akik száraz típusú makuladegenerációban szenvednek, hogy onnan észre lehet venni pillanatok alatt a nedvesbe történő váltást, hogyha megnézik a csempéknek a fugáját, vagy valami egyenes vonalat, ami tényleg jól látható, ez a vonal elkezd torzulni, akkor mindenképpen érdemes a szemészt minél hamarabb felkeresni. A világban a vakok száma egyébként háromszorosára nőhet a következő években a kutatók szerint. A leginkább sújtott régiók Afrika és Ázsia lehetnek. 2050-ig a vakok száma a jelenlegi 36-38 millióról akár 115 millióra is nőhet a Földön, a szakemberek szerint.